Köszöntöm a Sétapálca nézőit! Trikolor zászló, címer és himnusz. Hazánk nemzeti jelképei. A Sétapálca októberi adásában ezen jelképek eredetét és a velük szemben elvárt illemszabályokat mutatjuk be. Bár még október van, de a szilveszterre tervezett kirándulás szervezését már most időszerű elkezdeni. Az iránytűben szilveszterúti célokat ajánlunk. A Sétapálca stábja továbbá ellátogatott egy hazánkban új mozgásforma, a NIA nyíregyházi bemutatójára is. Kellemes időtöltést kívánok! Nemzeti hitvallás. Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén felelősséggel minden magyarért kinyilvánítjuk az alábbiakat. Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre. Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira. Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit. Elismerjük a kereszténység nemzet megtartó szerepét, becsüljük országunk különböző vallási hagyományait, ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét, a velünk élő nemzetiségek, a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők. Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit, ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedék életfeltételeit. Egy rövid részlet Magyarország 2011. április 18-án elfogadott alaptörvényéből, amely sok egyéb mellett rögzíti hazánk nemzeti jelképeit is. Ezek a himnusz, a zászló, és a címer. Nemzeti jelképeink végig kísérik szinte egész életünket. Minden tanévnyitó és ballagás a himnusszal veszi kezdetét, és a szózattal záródik. Trikolor lobogó díszíti valamennyi közintézményünk homlokzatát, s útlevelünk borítójának ékessége, a magyar címer. Nemzeti jelképeink által nyomon követhető hazánk 1000 éves története, de nemzeti összetartozásunkat és identitásunkat is erősítik. A nemzeti jelképek használata során minden esetben meg kell őrizni azok tekintélyét. Magyarország címere az úgynevezett történelmi koronás kis címer. A 12. században a királyi címer egyben az ország címere is volt. A kettő megkülönböztetése a 15. századtól vált gyakorlattá. Legrégebbi alkotóeleme a kettős kereszt, amely már a 12. századtól díszítette a magyar királyok pénzeit. A kereszt eredetileg 3 lábon állott, ebből alakult ki később a 3-as halom. A pajzson jobbról vörössel és ezüsttel 7-szer vágott mező látható, amely az Árpádház uralkodóházi címere. A hegyes talpú hasított pajzson, több mint 600 esztendeje, a Szent Korona nyugszik. A címert kizárólag az alaptörvényben meghatározott szabályok szerint lehet használni. Nemzeti zászlónk hosszú fejlődés során alakult ki. A magyarok a krónikák tanúbizonysága szerint fekete turulmadárral díszített, vörös zászlók alatt harcoltak. E hadi jelvényeket később felváltották a szentek képeivel kivarrott zászlók, például Szent István, Szent György és Szent Márton zászlaja alatt vonult csatába. Később a vörös ezüst sávos zászló, esetleg kiegészítve az uralkodó dinasztikus színeivel vált általánossá. Bár a 15. századtól
ahol egyre gyakoribb a vörös, ezüst, zöld sodrás az oklevelek pecsétjeinek sejemzsinórzatán, illetve olykor a hadizászlók peremfogazatán is megjelenik, valójában csak 1806-ban írták le, a ma is használatos sorrendben, s csak az 1848. évi 21. törvénycikk írja elő hivatalosan először a piros, fehér, zöld színek használatát. Nemzeti zászlónk három, egyenlő szélességű, sorrendben felülről piros, fehér és zöld színű vízszintes sávból áll, amelyben a piros szín az erő, a fehér a hűség, a zöld szín pedig a remény jelképe. A magyar himnusz szövegét Kölcsey Ferenc 1823-ban vetette papírra, a megzenésítésére 1844-ben kiírt pályázatot Erkel Ferenc nyerte el, s a Nemzeti Színházbeli bemutatót még abban az esztendőben megtartották. Kölcsey Ferenc költeménye Erkel Ferenc zenéjével 1903 óta Magyarország törvénybe iktatott himnusza. Hazánk második nemzeti himnuszának tekintik Vörös Marti Mihály 1836-ban született költeményét, a Szózatot. A verset 1843-ban Egressy Béni zenésítette meg. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. A nagy világon-e kívül nincsen számodra hely, áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ha bárhol felcsendül a magyar himnusz vagy a szózat, kötelességünk tisztelegni nemzeti jelképeink előtt. Amennyiben kórus énekli, ne énekeljünk bele. Ha csak zene szól, nyugodtan kísérjük saját énekhangunkkal. Aki nem énekel, maradjon csendben. Beszélgetni óriási illetlenség. A két zeneművet egyenes testtartással hallgassuk végig. Kezeink a testünk két oldalán nyugodjanak. A Szent Korona bár nem tartozik hivatalosan a nemzeti jelképeink közé, mégis megkülönböztetett figyelem övezi. A magyar koronához a Szent és a Szent Istváni jelző társul, s nem csupán jelkép, az államiság attribútumának tartják. Legitimáló ereje arra vezethető vissza, hogy a II. Szilveszter pápa által küldött koronával koronázták meg első uralkodónkat, az államalapító, a keresztény királyság intézményét megalkotó, s később szentté avatott első István királyt. A magyar történelemben csak azokat fogadták el törvényes uralkodónak, akiket ezzel koronáztak meg. Korát körülbelül 850 évre teszik, de egyes részei még a 11. századból valók. Jellegzetessége, hogy két részből, az úgynevezett görög és latin koronából áll. A magyar köztársaságnak három nemzeti ünnepe van. Március 15-e az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern, parlamentális Magyarország megszületésének napja. Augusztus 20-a államalapító Szent István király emlékére hivatalos állami ünnep. Október 23-a pedig az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja. Március 15-én minden magyar érzületű ember kokárdával emlékezik a szabadságharc hőseire. A kokárdát mindig baloldalt, szívünk fölött viseljük. Nemzeti ünnepekkor, jeles események kapcsán, átadáskor, avatásokon gyakran használt nemzeti jelkép a trikolor szalag. Átvágásakor, akár csak a zászló esetében, ügyelni kell arra, hogy véletlenül se érjen le a földre. Véleményem szerint az esküvő mellett a szilveszter az az esemény, amelynek szervezését már időben el kell kezdeni, s bár még csak október van, de ha kirándulással egybekötve tervezik az új év búcsúztatót, utazásukat már most érdemes lefoglalni. Az iránytűben ehhez nyújtunk segítséget. Talán meglepő, hogy októberben már a szilveszteri ajánlatokról, a szilveszteri úti célokról beszélünk, de mégis, ha valaki előrelátó és szeretne
tuti jó helyet magának, hogy egyáltalán szeretné jól érezni magát szilveszterkor, akkor én úgy gondolom, hogy már most ideje elkezdeni a szerveztést, vagy legalábbis a nézelődést. Jól gondolom? Azért kell a szilveszteri programokra már októberben gondolni, és ha valaki igazán külföldön szeretné eltölteni az év végét, akkor már jelentkezni október-november folyamán, mert az utazási irodák ahhoz, hogy egy programot elindítsanak, konkrét helyfoglalásokra van szükség autóbuszon, repülőgépen, étteremben, ahol a szilveszteri vacsorát szervezzük, és nem úgy kell készülni egy szilveszteri programra, mint egy nyári nyaralásra, ahol hetente minden héten ugyanazon a napon, ugyanabban az időpontban elindul a charterjárat, és biztos, hogy el fog indulni. Egy ilyen programnál az utazási irodák néhány héttel indulás előtt mérlegelnek, hogy a jelentkezők függvényében hogy áll az a csoport, el fog indulni, vagy nem fog elindulni. Ha nagyon kevés az érdeklődő és kevés a jelentkező, nem vállalják be ezt a kockázatot, és nem indítják el a programokat. Tehát nem szabad úgy nekikészülni egy szilveszteri utazásnak, mint egy nyári last minute foglalásnak, mert másképp működik. Ha már a szilveszterről beszélünk, és ott vagyunk, hogy már tervezzük, akkor melyek azok az úti célok, amelyeket jó szívvel ajánlasz az utazni vágyóknak? Minden évben vannak újdonságok a szilveszteri utak kínálatában is. Szerintem az idén is vannak újak, nem kell mindig a megszokott, bár ezek is nagyon szépek, de mindig ott vannak a római programok, a párizsi programok, akár egy londoni szilveszter, de ha csak egy városlátogató programra gondolunk, ugyanis itt elmondanám akkor, hogy egy szilveszteri program az lehet egy tengerparti üdülés, lehet egy 4 napos városlátogató program, ez is lehet repülős, lehet autóbuszos, tehát ugyanazok az utazási típusok, amiket egész évben igénybe veszünk, azok az év végén szilveszteri programként ugyanúgy működnek, csak maga az időpont, az időszak egy kiemelt időszak, mert ünnepi napokról beszélünk, ünnepi hétvégékről beszélünk. Amikor városlátogató programot szeretnénk választani szilveszteri úti célul, akkor újdonságként említhetném meg az idén például Opatiát, ahová autóbusszal szerveznek az utazási irodák szilveszteri utazást. Ez a program bemutatja az isztriai félszigetet. Opatia az Osztrák-Magyar Monarchia kedvenc üdülőhelye volt, és még ma is őrzi ezt a különleges impozáns stílusát, nagyvilági stílusát. Ez a kirándulás elviszi a látogatókat Rovinjba, Pulába, Porecsre. Ha különleges helyszínt szeretnénk választani szilveszteri úti célul, akkor szóba jöhet egy nizzai utazás, ami elvisz minket Monte Carlóba, de ez a program például egy francia parfümgyár látogatást is tartalmaz, ahol vásárolni is lehet, de ha repülős városlátogató szilveszteri programokat keresünk, akkor Lisszabon nagyon jó választás lehet, de ha autóbuszos programot szeretnénk választani, az örök úti célja a prágai városlátogató program szintén indul szilveszterkor, és ennek egy érdekessége, hogy itt a szilveszteri vacsora egy cseh sörözőben kerül megrendezésre. Miben különbözik a szilveszter a megszokott nyaralásoktól, vagy megszokott utazásoktól? Az árak, amelyeket majd ki kell fizetnünk egy ilyen utazás során, magukban foglalják-e a szilveszteri vacsora mulatságárát? Erre nagyon oda kell figyelni, amikor szilveszteri programot választunk és jelentkezni szeretnénk. Nagyon sok olyan utazás van, ahol nem tartalmazza a szilveszteri vacsora árát a program, vagy ha tartalmazza is, fakultatív, választható lehetőségként tartalmazza. Természetesen ezeknek kicsit borsosabb az ára, mintha egy itthoni étteremben töltenénk ezt el, de nem kötelező választani. Én úgy gondolom, hogy egy szilveszteri utazáskor egy másik európai városban eltöltött december 31-ének egészen más a hangulata. Nem biztos, hogy egy étteremben, egy asztal mellett, egy finom vacsora mellett akarjuk ezt eltölteni, hanem pontosan kint az utcán akarjuk eltölteni, akár hajnalig, sétálva, részt venni a tömegben, részt venni a mulatozásban, a kocintásban. Egyébként is más a hangulata egy éjszakai városnak, ezen a napon meg természetesen más. Tehát nem feltétlenül kell, úgy gondolom, része legyen a szilveszteri vacsora egy szilveszteri utazásnak. Százalékban kifejezve, mennyivel drágább egy szilveszteri út mondjuk egy nyaraláshoz, egy átlagos nyaraláshoz képest? Ha mindenképpen választani szeretnénk a szilveszteri vacsora költségeit is, akkor az egy lényeges pluszköltség, akár 20-30%-ot is jelenthet.
de ha nem választjuk a vacsorát, csak egyszerűen a szilveszteri hangulatú helyszínen akarjuk eltölteni a hetet, akkor is más, hiszen kiemelt időszakban a szállodák kiemelt áron adják a szállásokat is. Sőt, a közlekedési eszközöket, tehát minden szolgáltató emelt áron adja a szolgáltatásait a kiemelt időszakokban. Nagyon sokat beszélgettünk már a ma oly népszerű hajóutakról, amik lehetnek a mediterrán térségben, a Norvég fjordok, a Baltikum környékén, de akár a Karib térségig is elmehetünk. Annyira divatossá vált ma már ez az utazási műfaj, hogy szerintem az év minden időszakában kedvelt és népszerű, és nagyon is megfizethető. Én azt mondom, még szilveszterkor is megfizethető. Egyéni utazásokra gondolok ilyenkor, mert beszélgettünk arról is, hogy ma már a hajóutakat is az utazási irodák szervezik úgy, hogy egy idegenvezető kíséri a csoportot, a kikötőig történő eljutást is szervezetten bonyolítjuk, szilveszterkor nincsenek ilyen kirándulások, egyénileg kell eljutni a kikötőig, és onnan egyénileg megy a hajó, de ezek a programok akár a Vöröstenger térségében Sármelységről indulva, aminek Sivatagi Rózsa a neve, nagyon érdekes, de a mediterrán térségben a Mediterrán Gyöngyszemek nevű hajót, ami egész nyáron népszerű, és ahogy említettem, a Karib térség szintén. A hajónak a környezete önmagában is nagyon elegáns, luxus kategóriának számít szinte, ez csak tovább fokozódik egy szilveszteri hangulatnál, egy szilveszteri időpontban. Bennem felvetődik a kérdés, hogy ha én egy szilveszteri hajóúton szeretnék részt venni, akkor azt hiszem, hogy egy ilyen luxus utazásnál a megjelenésemre is fokozottan kell figyelni, jól gondolom? Igen, az öltözékünkre egy hajóúton egyébként is oda kell figyelni, egy picit másképp kell a ruhatárunkat becsomagolni, pontosan a pazar környezet miatt, egy szilveszteri időpontban erre még fokozottabban oda kell figyelni. A rovat támogatója az OTP Travel. NIA. Egy új mozgásforma, amelynek a világon rengeteg és hazánkban is egyre több követője akad. Én azon szerencsések közé tartozom, akik az első nyíregyházi órák egyikén kipróbálhatták a NIA-t, és meg kell, hogy mondjam őszintén, felemelő érzés volt. Jó szívvel ajánlom. Heli, egy egészen új dolgot hoztál ide Nyíregyházára, amely a világon már nagyon sok ember számára ismerős, de Nyíregyházán még nagyon kevesen tudják, hogy mi a NIA, mi az, amit elhoztál ide nekünk. A NIA egy fitness program és egy életstílus. Igazából egy kardiomozgásnak is felfogható, nagyon komplex, ami a zenén és a saját testünk mozdulat sorain keresztül mutatja be és szeretteti meg önmagunkat, a testünket, és azt, hogy hogyan tudunk így még szebben, még jobban megnyilvánulni az életünkben és a környezetünkben. Három fő művészetből áll maga a NIA tánc. A három fő művészet
az maga a táncművészet, a harcművészet és az öngyógyítás művészete. És a három művészeten belül is 9 mozgáskultúrát alkalmaz, összeköti a keleti harcművészetet és a nyugati tánckultúrát. Tehát vannak sokan, akik esetleg kemény a keleti harcművészet, de valaki pedig nagyon könnyednek ítéli meg a nyugati táncot. Na hát ez ennek a kettőnek az ötvözete, valamint még a jógának a mozdulatsorait és elemeit is alkalmazza a Néa. Volt szerencsém kipróbálni ezt a táncot a segítségeddel, az irányításoddal, és meg kell, hogy mondjam, számomra, ami leginkább szokatlannak tűnt, az a tánc közben a free dance. Amikor teljesen felszabadultan, önállóan, önként úgy táncoltunk, ahogy akartunk. Na most ez az első néhány alkalommal idegennek tűnt, most viszont talán ezt a részt élvezem a leginkább. Miért van ez így? Igazából azért, mert maga a Néa az felszabadít, és önmagad lehetsz. És ilyenkor elengeded a külvilág felé való megfelelési vágyadat. És igazából mégis önállóan táncolunk, de mégis együtt. Segítjük ezt egymásban kialakítani, de mégis önmagunkban táncolva. Segít benne a zene, az a különleges zenei kultúra, valamint az, hogy végre elengedheted, és önmagad lehetsz ezáltal. Az elején valóban nagyon nehéz, hiszen ezt a hétköznapokban nem éljük meg, és pontosan ezért segít abban, hogy még könnyedebbé és önmagunkká váljunk. Megszeressük a testünket, önmagunkat, és hogyha ez bennünk kialakul, akkor ezt tudjuk másoknak is adni, és ezáltal sokkal könnyedebben, jobban élhetjük meg a hétköznapokat is. Hát összefoglalva nyugodtan mondhatom azt, hogy ez a tánc önbizalmat ad? Igen. Nem csak hogy önbizalmat, egy valódi életstílust, amivel kifejezhetjük önmagunkat. A harcművészeten belül a tai chit, a taekwondót és az aikidót táncoljuk. Az öngyógyításon belül a jóga elemeit, amit már említettem, valamint van két öngyógyító technika, az egyik az Alexander és a Feldenkrész módszer, valamint a táncon keresztül a jazz, a modern tánc és a Duncan táncot táncoljuk. Hát nekem személy szerint a jazz az nagyon tetszett, legalábbis a jazz lépések nagyon tetszettek, de a csoportban, akikkel együtt mozogtunk, akikkel együtt éltük meg ezt a fantasztikusan felemelő élményt, ezt is állíthatom, nem csak hölgyek vettek részt, hanem urak is, férfiak is táncolják ezt. Kiknek ajánlod? Igazából, ami miatt én is megszerettem ezt a táncot, hogy összehozhatja a családokat, ezt férfiak, nők is táncolhatják, hiszen mindannyiunkban vannak nőies és férfias energiák, és ezt a táncon keresztül, a zenén keresztül és a saját testünk mozdulatain keresztül meg tudjuk tapasztalni, érzékelni. És ezáltal a férfiak is jobban kifejezhetik a saját érzelmeiket, nem csak a hölgyek. Pontosan ezért ajánlható gyerekeknek is, hiszen a mai magyar mozgáskultúra egy kicsit elmaradott, hogy így mondjam, és úgy gondolom, hogy ezáltal az öngyógyító technikák, az Alexander vagy a Feldenkrész módszerrel tudjuk segíteni a helyes testtartásunkat, ezzel a saját önbizalmunkat, hiszen nem mindegy, hogy hogyan tartjuk magunkat, ebből már sok minden kifejezhető vagy elárulható. És pontosan ezért nagyon jó lenne a gyerekeknek is, a tinédzsereknek, ahol felszabadultan, ahol kifejezhetik önmagukat, ahol megvalósul a harcművészet, benne van a keménység, a látság, a nőiesség és a férfiasság egyaránt. Ezt a két módszert kifejtenéd egy picit bővebben? Az Alexander technika a legfontosabb alapja igazából a helyes testtartás, és a gerincre helyezzük a figyelmet, a helyes testtartásunkra, hiszen a gerinc oszlopunk az, ami tart minket. Hát ezt inkább a táncon keresztül tudnám, így szavakban elég nehéz ezt kifejezni. A Feldenkrész módszer pedig leginkább az alapvető gyermeki mozdulatsorokra helyezte a kutatását, amivel megismerkedünk. Ugyanis ma elfelejtettük a lábainkat és a kezeinket észrevenni, hiszen ők segítik a mindennapjainkat. Még egy kisbaba megismerkedik, először megnézi a kezeit, a lábait, majd elkezd nagyon lassan utána nyúlni, és felfedezni a környezetét. És ezek a mozdulatsorok benne vannak a mindennapjainkban, és, de mégsem vesszük igazából észre, mert hogy a test az jelez. És mindenkinek vannak jelei arra, hogy hol van probléma, hol van elakadás, akár testileg, akár lelkileg.
Maga a NIA egy holisztikus mozgásforma, ami segíti a test-lélek szellemegységét és ennek az összehangolását ezeknek a művészeteknek és ezeknek a technikáknak a segítségével. Táncoljunk át együtt az életen, mert hogy ez így szép, hogyha ezt mindezt szeretettel, örömmel, és azt szeretném megtanítani az itt lévő hölgyeknek, uraknak és gyerekeknek, hogy szeressük meg a testünket, ismerjük meg a testünket, és ezáltal a saját érzéseinket és a mozgáskultúránkat még jobban, még szebbé tudjuk fejezni, és meg tudjuk mutatni az igaz önmagunkat. Ken Follett, a megfagyott világ. A megfagyott világ ott veszi fel a történet fonalát, ahol az első kötet abba maradt. Az öt, amerikai, német, orosz, angol és walesi család egymásba fonódott életét ismerhetjük meg az 1930-as évek elejétől 1946-ig. A történet a gazdagok dolgozószobájától, a vérzivataros, füstborította csataterekig mindenütt egymásba gabajodik, és az olvasó egyre bonyolultabb drámák tanúja lesz. Ahogyan azt Ken Follettnél már megszoktuk, a történelmi háttér brilliáns bemutatása alapos kutatásokon alapul, s a cselekmény gyors sodrású. A szerző szenvedéllyel és mesteri kézzel vezet el bennünket egy olyan világban, amelyről azt hittük, jól ismerjük, ám a könyv elolvasása után már sohasem fog a régi színben feltűnni. Julie Cooper, alma mater. Jenna Curtis szexis, vagány, intelligens és mélységesen hisz benne, hogy minden gyereknek joga van a lehető legszínvonalasabb oktatáshoz. Ezért is vállalja el egy angol vidéki kisváros anyagi és erkölcsi csőd szélén álló középiskolájának igazgatói állását. Hengist Brett, Taylor jóképű, okos és arrogáns. Meggyőződésem, hogyha megfizetik, a gazdag szülők gyerekeinek joguk van kiváló oktatáshoz, nyelvórákhoz, lovagláshoz és úszómedencés tornacsarnokhoz. Ezért is irányítja közmegelégedésem a Begley Holt, a kisváros exkluzív magániskoláját. A két ellentétes világot képviselő ember ellenállhatatlanul vonzódik egymáshoz, ugyanakkor rendkívül idegesítőnek találják a másikat, miközben egymásra találnak a szenvedélyben, a két iskolából is mind több diák fedezi fel egymást, és azt, hogy különbözni legalább olyan izgató, mint hasonlítani. Robert Fabri, Vespasianus, Róma katonája. Krisztus után 26. Az ifjú Vespasianus elhagyja a családi birtokot, hogy Rómába patrónusokra leljen, majd csatlakozik a hadsereghez. Amit talál, zűrzavarba fulladt város és egy birodalom a széthullás szélén. Tiberius, az idősödő császár, Capri szigetére vonult vissza, s Róma, Pretorianus gárda parancsnokának, a vasmarkus Sejanusnak a kezébe került. Sejanus kémei mindenütt jelen vannak. Egy vacsoraasztalnál elejtett óvatlan megjegyzés ugyanolyan halálos veszedelmet jelenthet, mint egy barbár nyilvessző. A városban, ahol az árulás és a cselszövés a mindennapok része, Vespasianus teljesen elveszettnek érzi magát. A lázadás a levegőben van, neki pedig kellő tapasztalat nélkül kell katonákat vezetnie a barbárok ellen. Valahogy életben kell maradnia, és fel kell fednie, kiáll valójában a birodalmat veszélyeztető összeesküvés hátterében. A könyvajánlót a Líra könyváruház támogatta. Kedves nézőink, köszönöm, hogy ez alkalommal is a sétapálcát választották. Találkozunk egy hónap múlva, de addig se feledjék az örök szabályt. A viselkedés az a tükör, amelyben mindenki megmutatja önmagát. Viszontlátásra! Thank you.
A műsor helyszínét a Móricz Zsigmond Színház biztosította. A műsor együttműködő partnere a Tiszavasvári Takarék Szövetkezet.